4 hónap után újra ingyenes a parkolás Szekszárdon. November 4-én lépett életbe a kormány azon rendelkezése, amivel újra ingyenessé tette az önkormányzatok, illetve az állami tulajdonban lévő területeken a parkolást. A magánkézen lévő parkolókra ez nem vonatkozik. Az újra bevezetett intézkedések a Tolnai megyeszékhelyen 23 területet érintenek, hiszen a maradék 25 parkolási lehetőséget nyújtó területen eddig is ingyenes volt a várakozás 2 óra időtartamig. Ez most nem változott, itt továbbra is azok a szabályok érvényesek, mint eddig, tehát a parkolás megkezdésének idejét tárcsával kell jelezni, és maximum 2 órát lehet várakozni. Itt független attól, hogy a fizető övezetekben díjmentes a parkolás, és ott elvileg innentől kezdve nincs időkorlát, tehát ott lehet várakozni korlátozásmentesen, de a 2 órás övezetekben tovább is érvényes ez a szabály, tehát ott 2 óra időtartam után el kell hagyni a parkolóhelyet a gépjárművel. A szabályok megszegését a közterületfelügyelet munkatársai szankcionálják, figyelmeztethetik, megbüntethetik, vagy akár fel is jelenthetik a szabályszegő jármű tulajdonost. Varga András arra is felhívta a figyelmet, hogy bár ingyenes lett a parkolás az eddig fizetős zónákban, de a közlekedési táblákat és a KRESZ szabályait továbbra is be kell tartani. Ez nem jelenti azt, hogy most aztán bárhol, bármikor meg lehet állni, hanem ezeket a közlekedési szabályokat, KRESZ előírásait továbbra is be kell tartani, és ha valaki egy ilyen megállítilos tábla hatája alatt áll meg, akkor továbbra is bírságolni fogjuk, tehát a megállás, várakozás, behajtási korlátozásokat továbbra is figyelemmel fogjuk követni és szankcionálni fogjuk. A november 4-én bevezetett intézkedések egyelőre 30 napig, tehát december 3-áig érvényesek.